Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben még megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Magabiztosan verték második hazai meccsükön a BKG-t a Kék Cápák. Elkezdte a felkészülést a következő szezonra a gyalogló Helebrant Máté. 279 iskola, közel 1500 atlétája állt rajthoz a Diákolimpia döntőjében. Nyíregyházán rendezték meg a csörgőlabda országos bajnokság első tornáját. Második hazai mérkőzését is megnyerte a Hübner Nyíregyháza Bulls. A Kék Cápák az NB1B piros csoportjának negyedik fordulójában a BKG Prima Akadémia csapatát verték 90-78-ra. A veretlenül érkező Sziget-Szent Miklósiak ellen jól kezdte a meccset a házigazda, az első negyedet 6 ponttal nyerték a Cápák. A második 10 percben nyílni kezdett az olló a két csapat között, pontosak voltak a hazai dobások, így a nagy szünetre 54-33-as állásnál vonulhattak le a csapatok. Fordulás után elkezdte a felzárkózást a BKG, és 9 ponttal meg is nyerte a harmadik negyedet. A záró 10 percben is próbálkoztak a vendégek, de 9 pontnál nem tudtak közelebb kerülni a Nyíregyházához, amely magabiztos játékkal vette el a vendégek veretlenségét. Játszottunk a BKG ellen nagyon sok meccs. Egész héten készülünk erre, ami az legfontosabb dolog, hogy a nagy botton megállítunk, és az első fél időt tartottunk a 4 pontnál, és ez szerintem ez volt a kulcs. Győzelem kulcsán. Más dolog nagyon akartunk. Ezt a debreceni vereséget plusz-minusz egy, ha is nyertünk, akkor is nem játszottunk úgy, ahogy játszania kell. Egy csapatnak, aki akar győzni, most inkább játszottunk azt, hogy győzelemje. Örülök neki, hogy végre vártunk, hogy a végső Bálint is, Soci is egy kicsikét többet vesznek a részek a felelősség játékából, ez sikerül. Jövőre nézve ez nagyon jó dolog. Szerintem BKG játszik egy nagyon, hogy mondom, kultúrkosalabbát. Ők nem agresszívek, mint a Vásárs, és lehet játszani minden két irányából. Ezért az eredmények mindig 90-80 pont, 80-90 pont, és ez közönségnek jó. Örülök neki, hogy elég sok ember volt, szurkolta nekünk, élték velünk ezt a meccset. Hát elégedett vagyok. Ahhoz, hogy egy jó csapatot megverjen egy másik, az kellene extra teljesítmények. Most csak a pontokat nézzük. Komma, Nagy Simon, Lokúr pontban extra nyújtott. Ott voltak persze a többiek is. Mennyit jelent ez a csapatnak, meg nekik is önbizalomban, hiszen mindig a győzelmek, a jó teljesítmények építenek egy játékos, egy csapatot. Minden csapatból kell úgy megcsinálni, hogy vannak a húzó embereket. De fiatal csapatnál, mit nálunk, Simi is ez még fiatal játékos. Tárik is fiatal játékos. Bendi ez legöregebb, 25-26 év, 26 csapatkapitány. És neki is ez nehéz ez, de ettől játékos, jobb játékos lesz. Amit mi állandó erről beszélünk, hogy nálunk játékosok nem csak játszanak ezt a piros bajnokság, hogy nálunk. Ők muszáj megmutatni a felül is. És ez a titok, hogy a mi csapatunk a jövőre nézve fog jól működni. Mert én ezerszer mondtam, nem lehet mindig vásárolni játékos, vége van a szezon, kezdünk az új építkezés. Lássan, építkezzünk, Kamalacival nagyon sokat nyertünk, Izsákkal, Simivel, Tájrik is elég jó csinálja, és a jobb forma belendul. Ott van még fiatal Mattea, ott van még a végső Bálint, várunk még a Glott Somát, hogy ő is kapja a szerepet, és így szépen építkezünk rájátszásig, és akkor meglátjuk, mi lesz. Egy utolsó pillanatban elveszített debreceni meccs után fogadtátok a veretlenül érkező BKG-t. Hogyan készültetek erre a meccsre a héten? Nagyon rosszul esett nekünk, hogy ott vesztettünk azon a meccsen, és ezért tartottunk egy megbeszélést, és újra gondoltuk az egész taktikát, és akkor folytattuk, amit elkezdtünk, és így egy jobb lendülettel tudtunk, ebből erőt merítve tudtunk indulni ennek a meccsnek. Ennek megfelelően jobban is kezdtük, és az első fél időben tudtuk követni a taktikai utasításokat. A fél időből egy kicsit rosszul jöttünk ki, ott volt egy hullámvölgyünk,
de aztán így a vége felé megint össze tudtuk szedni magunkat, és akkor így sikerre tudtuk vezetni a mérkőzést. Az előző meccseken kevesebbet játszottál, pontban is kevesebbet hoztál, mint hogy gondolom te is vártad magadtól, meg a szurkolók tőled. Most viszont nagyon kijött a lépés, 31 pontot dobtál közte, nem is tudom hány triplával. Fel kellett vennem a ritmus nekem is, ugye egy kicsit más itt a szerepe, mint az előző csapatomnál. És előző meccsen fal problémáim is voltak, én is átgondoltam a dolgokat, és most egy kicsit nyugodtabban és jobb hazállással tudtam jönni erre a meccsre, és ezért jobban is alakultak a dolgok számomra. Egy BKG-t legyőzni minden csapat számára, a dicsőség ebben a bajnokságban, hiszen egy nagyon jó együttesről van szó, mekkorát jelentett ez önbizalmat tekintve, meg egyáltalán, hogy ezek után ki az a csapat, akitől félnetek kell? Abszolút, ez egy nagy lendületet fog adni nekünk, úgy érzem, mert a BKG az egy nagyon erős csapat, évek óta ott vannak az élmezőnyben. Lesznek még nehéz mérkőzések, most a Jászberény ellen fogunk játszani, azt szinte kötelezőnek tartom, hogy ott nyernünk kéne. De igen, ezen kívül azért még lesznek nagy megmérettetések a későbbiekben. A forduló további eredményei a következők, de az U23 MEAVC 79-47, TF Budapest Jászberény 112-101, Vasas Akadémia Óbudai Kaszások 80-78, Salgótarján Dávid Kornél Akadémia 99-67 és Kaposvár Újbuda MAVC 87-82. A tabella élén a Kaposvár áll 4 győzelemmel megelőzve a szintén hibátlan Deac U23-at. A 2-2-es mérleggel 8. Nyíregyháza csütörtökön a nyeretlen Jászberény otthonában lép pályára. Elkezdte a felkészülést a következő szezonra Helebrant Máté. A nyíregyházi gyaloglónak jövőre a tokiói világbajnokság lesz a főversenye. Elég hosszú és fárasztó szezonom volt. Szóval pihenéssel próbáltam egy kicsit apukámnak segíteni egy kis kertészkedéssel, szóval így kicsit ilyen aktív mozgás is volt benne, de nagyon jól esett egy 4 hetes pihenőn vagyok túl, és úgy érzem, hogy sikerült kipihenni a szezont, és újban nekivágni a következőnek. Van már tapasztalatod abban, hogy milyen elkezdeni egy hosszabb pihenő után a munkát, hogyan épül fel ilyenkor az első 1-2 hónap programja? Ez a 4 hét pihenő, ez nálunk annyit jelent, hogy annyira visszaesik a teljesítményünk, hogy hát majdnem a nulláról kell kezdeni. Szóval egy nagyon óvatos 1-2 hét edzéssel fogunk kezdeni, és utána meg elindul a rendes őszi-téli alapozás. Novemberben még itthon leszünk, aztán decemberben szerintem az ünnepek előtt elmegyünk edzőtáborozni a szokásos portugáliai edzőtáborunkba egy 2-3 hétre. Ez még nincs lefixálva, ezzel kapcsolatban még beszélni fogunk a szövetség, illetve az egyesülettel, meg hát Józsbába is le kell ülnünk megbeszélni a jövő évet. De igazából ugyanúgy fog felépülni ez az év is, mint az elmúlt 20 év. Az első verseny az valószínű itt az Atlétika Centrumban a felnőtt fedett pályás országos bajnokság lesz, és aztán pedig a szokásos Békés Csabai országos bajnokság, ami 20 km lesz. Ez lesz igazán az első nagy és fontos verseny a jövő évben, hiszen világbajnokságot rendeznek, és arra majd csak mostantól lehet kvalifikálnunk magunkat. Milyen távra, hiszen az elmúlt években rendszeresen változhatott a szövetség. Volt 50 km, eltörölték 35 km, eltörölték 20 km, 10 km-es váltó. Most mire kell készülnöd? Igen, hát elég kaotikus a helyzet most az elmúlt pár évben a gyaloglásban. Idén az olimpián volt egy újítás, hogy betettek egy nagyon új számot, ezt a maratonváltó gyaloglást. Ez jövőre megint kikerül a programból, helyette megint visszahozzák a 35 kilométert, amit igazából egyik gyalogló sem szeret, azért is vették ki a Párizs olimpia programjából. Szóval most lesz 20 és 35 kilométer.
Józsbával még nem döntöttünk ezzel kapcsolatban, hogy melyik távra készülünk. Szerintem valószínűleg maradunk a 20 kilométernél, hiszen a tavalyi budapesti világbajnokságon itt nagyon nagy egyéni csúcsot értem el, illetve idén a békésebbi országos bajnokságon is nagyon jó időeredményt értem el ezen a távon. Valószínű jövőre is 20 kilométeren fogok versenyezni, de ez majd az évközben fog nálunk így kiderülni, hogy a felkészülés hogy sikerült, illetve hogy milyen állapotban vagyok. Egy olimpia után általában vannak, akik abba hagyják, nálatok változott-e, változik a mezőny a következő szezon tekintve? Úgy láttam, hogy nem. Lesz egy-két idősebb gyalogló, akik lehet, hogy már abba hagyják, de nagyon sok fiatal jön fel, főleg így, hogy már csak 20 km van, és nekik az nagyon fekszik, hiszen nagyon pörgős számról van szó. Nálam volt egy-két hétig kérdéses a folytatás, de igazából úgy döntöttem, hogy egy-két évig még biztosan folytatom a versenyzést, és majd 2026-ban majd eldöntöm az eredmények alapján, hogy rámegyek-e az ötödik olimpiámra, amit majd Los Angelesben rendeznek. Bízom benne, hogy leszek olyan formában, és az egészségem is engedi, és akkor megpróbálom. A tiszadobi Széchenyi Általános Iskola fiú csapata kislabdahajításban aranyérmet szerzett az atlétika, ügyesség és váltófutó csapatdiák olimpia országos döntőjében. A nyíregyházi atlétikai centrumban a 3., 4. és az 5., 6. kórcsoportban 270 iskola közel 1500 diákja állt rajthoz. Nagyon szerencsés helyzetben vagyok, mert ismét örömmel tudok arról beszámolni, hogy mind a tegnapi, mind a mai nap nagyon szépen lement. Ki kell emelni, hogy mind a regisztráció, mind az igazolások ellenőrzése gördülékenyen és gyorsan zajlott. Maguk a versenyek sérülésmentesen, legalábbis tudomásunk szerint sérülésmentesen megtörténtek. A megyei csapatok is nagyon szépen szerepeltek. Itt ki kell emelnem a Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola fiú csapatát, aki kislabdahajításban első helyet szerzett. Ezúton is gratulálok és további sportsikereket kívánok számukra. Ez a létesítmény még lehet azt mondani, hogy fiatal, nagyon sokan most voltak itt először. Milyenek voltak a visszajelzések, a visszhangok a csapatvezetők, testnevelők részéről? A vezetők részéről az elsődleges visszajelzések nagyon jók, ez a létesítmény szerintem tökéletes ennek a rendezvénynek a megtartására. Tegnap volt egy nagyon pici eső, itt a zárt rész, ami mögöttünk látható lehetőséget biztosított, hogy a bemelegítés zavartalanul megtörténjen, amikor elállt az eső, akkor pedig a versenyeket itt a szabadban le lehetett bonyolítani. Egy picit előre tekintünk, ugye még csak októbert érünk, már is túl van a Vármegye egy országos döntőn. Döntőket, elődöntőket tekintve milyen tervek lehetnek? Gondolkodunk abban, hogy a jövő év elején, közepén elődöntőket tudunk megrendezni, ezek még egyeztetés alatt állnak, amiről mind a tegnapi, mind a mai nap folyamán szó volt, hogy ha minden jól megy, akkor mi pályázunk és elnyerjük, hogy jövőre is ezt a rendezvényt itt tudjuk megrendezni Nyíregyházán. Véget ért az utolsó versenyszám, még néhány eredményhirdetés van hátra, átfutott az utolsó versenyző is a célvonalon, ilyenkor megkönnyebbül egy picit az, aki a szervezéssel foglalkozik? Nem kicsit, nagyon, hiszen a tegnapi nap a középiskolások voltak, és ott jóval több versenyző volt, mint a mai napon, tehát meg a kezdetek mindig nehezebbek, mint már a begyakorolt versenynapon a versenybíróknak a munkája. Úgyhogy a mai nap egy kicsit könnyebb volt, de egyébként örülünk, hogy vége van, és jól sikerült a verseny. Diák olimpiáról van szó, nem is hasonlítanám egy nagy olimpiához, viszont az időrend, a versenyzők létszáma, a versenybírók száma, gyakorlatilag minden ugyanolyan, mint bármelyik atlétikai versenyen. Így van, tehát minden ilyen atlétikai verseny a Magyar Atlétikai Szövetség, illetve nem is a Magyar Atlétikai Szövetség, hanem a World Athletics szabályai szerint zajlik, és ugyanazokat a szabályokat be kell tartani, ugyanannyi versenybírót biztosítani kell a verseny lebonyolításához. Hát itt is közel 80 versenybíró dolgozott, és plusz még az önkéntesek ahhoz, hogy minden a helyén legyen és minden rendben legyen. A színvonalat nézzük, mit mondhatunk el, hiszen a középiskolásoknál már biztos voltak olyanok, akik egyesületi szinten, sőt akár válogatott szinten atlétizálnak. Így van, pontos eredményeket nem tudok, de azt hallottam, hogy az egyik versenyszámban, azt hiszem a távolugrásban 1 cm-rel maradtak el a diákolimpiai országos csúcstól.
csapatban, illetve a mai napon volt olyan általános iskolás, aki 80 méter fölé dobta a kislabdát, úgyhogy azt mondhatom, hogy voltak nagyon jó eredmények, és voltak olyan csapatok, akik nem várt helyezésen végeztek, a nem várt helyezés azt jelenti, hogy jobb helyen végeztek, mint amit vártak. Ilyenkor a szervezők, a rendezők nem csak azért dolgoznak, hogy zökkenőmentesen bonyolódjon le a verseny, hanem egy picit bizonyítványt is állítanak ki a helyszínről. Milyenek voltak a visszajelzések? A helyszín az mindenkit elkápráztatott, hiszen ilyen Magyarországon nincs máshol. Nagyon jól érezték magukat, a visszajelzések eddig nagyon, nagyon pozitívak, úgyhogy bízunk abba, hogy a Magyar Diák Sport Szövetség jövőre is idehozza ezt a versenyt. Előzetesen már vannak jelzések, hogy nagyon jó lenne, ha itt lenne. Állunk elébe, és várjuk jövőre is a diák sportolókat. Az atlétika ugye egy alapsportág, itt Nyíregyházán adottak a lehetőségek. Mi a tapasztalat, mennyire nőtt meg a fiatalok száma, mióta átadták itt ezt az atlétikai centrumot? A sportcentrum versenyzőit tudom csak mondani, Nyíregyházán nagyon sok fiatal kezdte el, egészen 6 éves kortól hozzák már a szülők a gyerekeket, és hát látva ezeket a körülményeket, ami itt van az atlétika centrumban, szívesen hozzák, hiszen télen-nyáron megfelelő helyen és megfelelő körülmények között tudnak sportolni. És ami még biztató, hogy a nagy világversenyek után, mint ami ebben az évben is volt az olimpia, megmozdul a város, és többen jelentkeznek atlétizálni, sportolni. Ugyanez volt tavaly a világbajnokság után is, és hát bízom benne, hogy ez nem csak megszeretteti, és ott tartja a pályán a versenyzőket, hanem később majd felnőtt korukban is ott lesznek az élvonalban a magyar, és esetleg a nemzetközi élvonalban. Az elmúlt hétvégén Nyíregyházán rendezték meg a Csörgőlabda Országos Bajnokság és Magyar Kupa szezonbeli első tornáját. A Veselényi Iskola tornacsarnokában 12 együttes csapatai léptek pályára. Maga a csörgőlabda sportág elég régre nyúlik vissza, ugye 1978-ban Jugoszláviától tanultuk meg a sportágat. Igazándiból a Magyar Kézilabda Szövetség 2008-ban kezdett el egy megállapodást kötni a Paralimpiai Bizottsággal, hogy hogyan tudnánk felvállalni ezeknek a sportágaknak a fejlesztését, támogatását. 2010-ben a Magyar Kézilabda Szövetségben megalakult a Paralimpiai Bizottság, aminek az a lényege, hogy teljes mértékben kiállunk amellett, hogy a változó munkabíró képessége rendelkező sportolókat hogyan tudjuk integrálni a civil életben, és támogatjuk azzal, hogy a sportszervezésben helyt és házigazdái vagyunk ezeknek az eseményeknek. Nagyon sok csapat vesz részt, az ország egész területéről érkeztek erre a rendezvényre. Ez azt jelenti, hogy népszerű a sportág, van utánpótlás, van jövő? Így van. Ma láthatjuk, hogy ma 6 mérkőzés van, holnap 9 mérkőzés lesz ezen a helyszínen, és tényleg Debrecen, Szekszár, György, Szombathelyről érkeznek a csapatok, és mindenkinek nagyon ajánlom egyébként, hogy látogasson ki, mert nagyon-nagyon nagy élmény látni, hogy ezeknek a sportolóknak ugyanolyan fontosak ezek a rendezvények és sportolási lehetőségek, mint az ép társaiknak. Amikor a nyár elején beszélgettük, mondtad, hogy nagyon sűrű nyarad őszöd lesz, hiszen nagyon sok nemzetközi rendezvényen veszel részt delegátként. Hogy nézett ki az eddigi időszak, és mivel még rád ebben az évben? Hát ilyen mozgalmas évben nem nagyon volt. Az elmúlt egy évben ugye kezdődött tavaly decemberben a felnőtt női világbajnoksággal, utána ugye jött a junior világbajnokság nyáron Észak-Macedóniában, utána Kínában voltam a serdülő világbajnokságon, és hát volt egy olimpia is, ami miatt ugye tényleg még sűrűbbé vált az év, és a következő esemény, amin részt vehetek, az pedig az Európa bajnokság lesz. A Csörgőlabda Országos Bajnokság első fordulójának, tornájának ad otthont ezen a hétvégén Nyíregyháza. Ugye ez egy olyan sportág, amelyre talán kevesebb reflektorfény esik, de akik űzik, azoknak nagyon fontos. Mi a véleménye erről? Minden évben itt vagyunk már, és jó látni azt egyébként, hogy Nyíregyházán akár országos bajnokság, akár helyi bajnokság, azért minden évben odafigyelnek a csörgőlabda sportra, és mindig vannak olyan rangos események, vannak olyan versenyek, amelyek, hogyha nem is az év minden napján, de legalább ezekkel az alkalmakon valóban ide irányítják a sportolóknak, illetve a sportvezetőknek, a szurkolóknak a figyelmét, akik egy kicsit érdeklődnek a csörgőlabda iránt, és ez azért is jó, mert azok is találkozhatnak vele, akik talán még nem ismerték meg ezt a sportot. És egy különleges hét ez a mostani, hiszen ezen a héten van a Fehér Bot napja is, ahol a látássérülteknek a
érzékenyítését próbáljuk erősíteni különböző társadalmi fórumokon is, és ezért úgy gondolom, hogy kiválóan kapcsolódik ez a mostani sporteseményehez, a héthez, és ezzel is talán felhívjuk figyelmi arra a fontos társadalmi kérdésre a figyelmet, hogy valóban itt minden fogyatékossággal élőnek megvan a szerepe, a helye, és valóban az a feladata a társadalomban, amellyel tudjuk segíteni egymást, és tudjuk segíteni azt a közösséget, amelyben élünk. És úgy gondolom, hogy maga a csörgőlabda is a sport nyelvén keresztül megerősíti ezt a küldetést, és valóban abban az érzékenyítő feladatban, amelynek úgy gondolom, hogy akár közszereplőként, akár sportvezetőként mindenkinek helye és szerepe van, itt a mai napon a csörgőlabda sporttal egy kicsit szintén rá tudunk erősíteni. Ha már az érzékenyítés, a Vármegyei Önkormányzat évek óta sokat tesz, ezért a sportterületen is, más területen is. Mi a tapasztalat az elmúlt években, mennyire változott, meg mennyire lettek pozitív változások társadalmi szinten ezen a területen? Igen, valóban minden eszközt próbálunk megragadni, és igyekszünk a sportterületén is, akár diáksport, akár felnőtt sport, akár versenysport területén is ezekre a dolgokra különösen is figyelmet fordítani, és úgy gondolom, hogy nagyon pozitív változások történtek. Bízunk benne, hogy ez a folyamat tovább erősödik, mi minden erőnkkel azon vagyunk, akár együttműködésen kell keresztül, akár valóban csak a sporteseményeken való megjelenés által, hogy ezekre a nagyon fontos társadalmi feladatokra felhívjuk a figyelmet. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, a viszontlátásra!